Köszöntöm a vonalban Papp Endre színművészt, akivel hát ezúttal online, ahogy mondani szokták, beszélgetünk, mert a járványra való tekintettel nem tud itt lenni a stúdióban. Ellentétben például a Miskolci Színház igazgatójával, Béres Attilával, aki nem régen vendégünk volt, és ő megsúgta, hogy nagyszerű kezdeményezés látott napvilágot éppen Miskolcon. És ha szabad idéznem, azt említetted, hogy egyre több színház, kulturális intézmény keresi a zöld színházi társulás lehetőségét. Bontsd ki ezt, légy szíves, hogy mit jelent, mit akar ez? Amikor ennek nekiindultunk, akkor úgy hirdettük meg a projektet, hogy szeretnénk, ha az első pillanattól kezdve transzparens lehetne, és követhető, és mindenki számára példaadó. Egyrészt mi próbáltunk egy olyan rendszert kialakítani, ami a mi színházunkra megfelel, és kiszabható, és a lehetőségeinkhez mértem minél tovább menni mindenféle szektorban, hogy a fenntarthatóság és a tudatosság mentén tudjunk fejlődni, illetve fejleszteni. És mi ezt egy nyílt projektként hirdettük meg. Így bárki csatlakozhat bármikor, így tarthatunk most már ott, hogy velünk együtt 17 zöld színház és produkciós iroda van. Na most ennek az egész mozgalomnak, a szabad így mondanom, a Jövő Nézőiért Zöld Színház projekt a neve, hát is ennek a vezetője vagy, de tulajdonképpen gondolom sok szervezési feladat van, de mivel jár ez a vezetői tisztség, hogy úgy mondjam, nem egy kikövezett út, mert ilyenről nem nagyon lehetett eddig hallani. Sőt, azt hiszem, hogy páratlan, legalábbis a kontinensen szinte biztosan egyetlen példáról tudok, ez a Broadway Green Alliance, ami a New York-i Broadway színházakat fogja össze ilyen zöld ügyekben. Én ezeket még nem ismertem, amikor belefogtam ebbe az egészbe, ez egy egyéni kezdeményezésként indult. Én erre zöld utat kaptam a színház vezetésétől, és napról napra minden egyes tervelés kezdeményezéssel többet tudtam meg, és tanultam meg erről a dologról, és ahogy ez így növekedett, most már lassan kezd is túlnőni rajtam. Ez egy ilyen tervezői, összekötői pozícióvá vált, próbálom felügyelni a projekt bizonyos pontjait, lehetőleg minél innovatívabb ötletekkel és megoldásokkal előállni. A mi projektünk kifejezetten Miskolci, az most már egy előre haladott állapotban van, az már egy, azt hiszem, hogy egy viszonylag kész struktúra. Így, hogy ez a kezdeményezés kibővült, és a csapatunkban már ennyi szövetségesünk van, vagy ennyien működünk együtt, így van egy komolyabb összekötői feladat ebben. Próbálok minél többet segíteni ezeknek a színházaknak, akik ugyanilyen elkötelezettek ebben az ügyben, mint mi. Egyébként nagyszerű már maga a megfogalmazás, mert megnéztem, mert ugye minden tervezetnek, projektnek és ennek a mozgalomnak is nagyszerű célja van, mert ugye, hogy a kezdeményezés erejét mutatja meg, az ügy tisztaságát is, hogy csatlakoznak ezek az intézmények, kulturális intézmények, és akkor ez a zöld színházi társulás lehetőségét mondja, és most jönnek a szó legjobb értelmében vett nagy szavak, mert szemléleti és technológiai forradalom küszöbén állunk, és hát minden döntéssel közelebb kell menni ahhoz, hogy a tudatosság szintjén lehessen ezt az egész fejlesztést végrehajtani. De ez a gyakorlati munka tulajdonképpen hogyan jelentkezik? Miben nyilvánul meg? Mert most becsatlakozik, nem akarok most még színházakat mondani, mert ugye a felhívásban az is benne van, hogy csatlakozz hozzánk. Hát hogy lehet csatlakozni? Milyenek a feltételek? Mi egy standardet fogalmaztunk meg, így az első csatlakozókkal közösen, ennek különböző részletei vannak. Ez ugye a szemléletformálás talán a legjelentősebb rész, amiben a színház előremutató tud lenni, illetve közvetítő szerepet tud betölteni ebbe az egész szemléleti forradalomban, ahogy fogalmaztam. Az én személyes véleményem az, hogy most már nincs olyan területe a világnak, ahol ne kellene ebbe az irányba elmozdulni, a tudatosságot előtérbe lendíteni, és a színház abból a szempontból is tud egy ilyen szerep lenni, mert közösségi tér. Nagyon sok ember találkozik ezen a
helyen egy-egy szünetben találkozhatnak olyan grafikákkal, olyan szóróanyagokkal, vagy akár egy kiállításnak tud teret adni egy színház. Ezekkel a színházi térben mind találkozhatnak a nézők. Már azzal is hathatunk a mindennapjaikra, hogy látják azt, hogy mi milyen más megoldásokat választunk. Próbáljuk ezeket az infografikákat is olyan anyagokkal, ezeket az infografikás falakat is olyan anyagokkal ellátni, ahol minél több olyan dolgot tudnak hasznosítani, ami a hétköznapjaikban egy kis változás jelenthet. Lehet ez akár a főzésnél, akár az öntözésnél, lehet ez a hulladéknak a kezelésénél. És már bocsánat, és mindez nyilvánvalóan tükröződik a színházban, vagy az ottani dolgokban is. Most arra értek, teljesen hétköznapi módon is leszállva a földre. Egyik ismerősöm mondta, amikor említettem, hogy beszélgetni fogunk, azt mondja, hogy akkor most az van, hogy például a színházban csak olyan díszlet van, vagy olyan díszlet legyen, ahol mindenféle lebomló anyagok vannak, és nem olyanok, amik szennyezik a környezetet. Igen, sajnos ezt elérni nagyon nehéz. Ugye a művészeti szabadság az a legfontosabb dolog ebben a közegben. És ha egy tervező elképzel egy világot, egy rendező megálmodik egy világot, akkor muszáj kivitelezés során is ezt megvalósítani. De itt van a lehetőségünk abban, hogy próbáljuk ezen a téren megvalósítani ezeket a dolgokat, vagy ezeket a dolgokat előtérbe helyezve megvalósítani a színházi munkákat, vagy bármiféle művészeti tevékenységet. Itt ezt a standardbe is meghatároztuk, hogy törekszünk arra, hogy minél több díszletelemet újra hasznosítsunk, hogy környezetkímélő eszközökkel, anyagokkal készítsük el ezeket a díszleteket, hogy a Miskolci Színház nagyon sok ilyen projektet hirdetett, hogy egyes kellékek beszerzését bevonja a nézőket, hogy ők járuljanak hozzá az előadáshoz, és hozzanak be szükséges tárgyakat kellékeknek, és akkor ezzel is elő tudtuk azt segíteni, hogy ne újonnan vásárolt, újonnan legyártott termékek kerüljenek a színpadra, hanem hasznosítsuk azokat a tárgyakat, eszközöket, amik esetlegesen a szemétre vagy a szeméttelepre kerültek volna. Ez a kivitelezés része. Egyébként van egy nagyszerű együttműködésünk a Manuska ruha márkával is, és az ő megmaradt textil anyagaikat innentől kezdve ezek a zöld színházak a tervezésnél és a kivitelezésnél felhasználhatják. Így ezek az anyagok is hasznosításra tudnak kerülni a jövőben. Igen. Na most tulajdonképpen, ahogy említetted az előbb, hogy most már azért bővül a társaság is, meg egyre több a feladat, akkor tulajdonképpen ezek a zöld nagykövetek végül is felelősek azokért a tettekért, amelyekről most beszéltünk, vagy elképzelésekért? Valamilyen szinten igen. Az ő szerepük inkább az, hogy közvetítsenek a nézők felé. Nagyon sok szemléletformáló eszközünk van, lehet ez egy videókampány, lehet ez egy közösségi megmozdulás. Nyilván most a pandémiás helyzet az ebben a mindannyiunkat akadályoz. De a jövőben az a terv, hogy minél több zöld megmozduláson vehessenek részt a színészek, ezeknek a zöld nagyköveteknek a vezetésével, lehet ez egy szemétszedési akció, lehet ez egy faültetési akció. Az ő szerepük inkább a közvetítés ebben az egészben, hogy az arcai legyenek ennek az egész kezdeményezésnek. Értem. Na most miután 17 csatlakozóról beszéltünk, hát most mind a 17 csatlakozót, kulturális intézményt nem akarom én elsorolni, de hát csak úgy eszembe jutott, hogy például a Katona József Színház csatlakozott már hozzá, ahol a pályádat kezdted? Így van. Sőt, a Katona az szinte velünk egy időben indított el a saját zöld programját. Igen. Megpróbáltuk ezt még a közös erővel még inkább előre lendíteni, de többek között csatlakozott az Örkény Színház is, és az ország különböző területein, Kaposvártól, Budaörsön, Szentendrén át, egészen Miskolcig elér ez a kezdeményezés. És függetlenül attól, hogy hány nézőt fogad be a színház, kisebbek is, nagyobbak is, szóval most az jutott eszembe, hogy például, mit tudom én, a Rózsavölgyi Szalon, ahova beférnek 50-en talán, vagy 60-an, és ugyanakkor hát ott van a hatalmas nagy nézőterű színház, de például, hogyha már itt egyet, kettőt
kettőt említettünk, akkor nem tudom, Jurányi produkciós iroda, szóval tényleg ahány műfaj és ahány színház anniféle, de én ezt most azért is hozom szóba, mert hát nyilván te is sokat dolgozol, és a próbák folynak, és azt nyilatkoztad valahol, hogy mindegy, hogy milyen műfajban dolgozik az ember, a lényeg a minőség. Hát így négy szem közt mondhatom, hogy erre nagyon-nagyon adtál, mert nem véletlenül van Kazinczy díjad, ami azt hiszem, hogy például a Szép beszédet is jutalmazza. Jól gondolom? Így van. Első pillanattól kezdve szempont volt. Abszolút. Uh-huh. Hát nyugodtan nem kell szerénykedni, mert aki ezt a díjat megkapja, tényleg az, hát hogy úgy mondjam, a kultúra követe is, mert a gyönyörű szép magyar beszédet továbbítja és megpróbálja továbbadni, és ha már színházról beszélünk, hát én most természetesen a tisztelet mindig a kivételnek, de nem akarom elsorolni mindazokat az előadásokat, ahol bizony a harmadik sorban még igen, de a 13-ban már nem nagyon érteni, mit mond a drága jó művész. Hát azt hiszem, hogy erre nagyon figyelsz, mint ifjú titán, hiszen nem vagy túl idős, és a Titán díj az mi volt? Titán díj az a Gólya Kalifa színű előadással pályáztam, még a Jurányinak volt ez a Titánium programja, még azt hiszem, ez most már 5 vagy 6 évvel ezelőtt történt. Ez a pályázat sikeres lett, és ebből készült egy monodráma, Babits Mihálynak a Gólya Kalifa című kisegényét dolgoztuk át, két rendezővel együtt, tehát ebben ez volt a különleges, hogy én vagyok egyedül a színpadon, és két rendező volt a nézőtéren a próba folyamatban, Balcsai Bálint és Tárnoki Márk. És az előadás most már 4 évad óta műsoron van a Jurányinak a kamaratermében. Nagyszerű. A másik, hogy hát azért a színházról még egy-két mondatot beszéljünk, mert éppen a járvány miatt minden színházban hát a kényszerhelyzetnek megfelelően működik a társulat. Miskolcon mi a helyzet? Tudom, hogy próbák vannak, de hát itt sem minden úgy zajlik, mint ami normális körülmények között. Szóval egyrészt hogy telnek a napjaid, másrészt pedig, hogy a színházban mi minden történik most Miskolcon. Igyekszünk dolgozni, tehát amennyire ezek a keretek biztosítják, vagy lehetőséget adnak rá, próbálunk előre haladni, a producerek című műzikát próbáljuk Béres Attilával, a Roger szerepét próbálom. Nyilván próbálunk a vírus terjedése ellen védekezni, maszkban próbálunk, van egy ilyen plexi maszk is most már, amit a színház beszerzett ahhoz, hogy egyszerűbben és biztonságosabban tudjunk dolgozni a próbákon, és egyébként hétköznaponta dolgozunk, inkább délelőtt és hosszú próbákkal. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így akár próbaszünetben is rendelkezésünkre álltál, és reméljük, hogy minél hamarabb már közönség előtt is lehet játszani. Jó munkát, és a jó munka után jó pihenést. Köszönöm szépen, Endre! Így legyen, köszönöm én is!